Fejlesztés. 44 beruházásnak köszönhetően 29 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett Nyírbátorba. Fajta bemutató Gyulatanyán. Magyarországon továbbra is az agrárium járul hozzá leginkább a nemzetgazdasági növekedéshez. Tehetségbarát önkormányzat. 2019-ben Kisvárda város is megkapta ezt az elismerést. Beruházásnak köszönhetően 29 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett Nyírbátorba az elmúlt önkormányzati ciklusban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 5 év alatt több intézmény is korszerűsödött, illetve utakat is felújítottak. A Nyírbátori Fórumon Bayer Zsolt újságíró arról beszélt, az október választás tétje, hogy a fejlesztési forrásokat a következő években is hasznos beruházásokra költsék az önkormányzatok. Fórumra várták az érdeklődő helyieket Nyírbátorban hétfő este. A térség országgyűlési képviselője az elmúlt évek beruházásairól beszélt, valamint kiemelte, szeretné, ha a város új lendületet kapna az októberi önkormányzati választások után. Az elmúlt időszakban a város véleményem szerint lejtőn van. Isten igazából csak azok a lehetőségek érkeztek, amelyek a Fidesz-KDNP kormány jóvoltából jöttek. Ez 44 beruházást jelent, nagyon nagy beruházásokat van köztük, 5,7 milliárd forintos, mint például a készenléti rendőrség új laktanyája, vagy a 471-es főútvonal felújítása két körforgalommal, több mint 1,5 milliárd forint értékben. A hétfői fórumon Bayer Zsolt újságíró az októberi választások tétjéről is beszélt, kiemelte, fontos lenne, hogy a fejlesztési forrásokat a következő években is hasznos beruházásokra költsék az önkormányzatok a leendő polgármesterek irányításával. Ha erre a kérdésre keresjük a választ, akkor helyes, hogyha először megnézzük, hogy az ellenzékünk szerint mi ennek a választásnak a tétje. Ők azt mondják, hogy a választás tétje nem egyéb, azért kell nekik az önkormányzati választásokon sok helyen, minél több helyen győzelmet aratni, mert ha sok helyen győznek, akkor le fogják váltani Orbán Viktort és a kormányt. Nézzék, ez egy remek program, csak van egy szomorú hírem. Az a szomorú hírem van, hogy a közelgő október 13-i választáson nem tudjuk, mi lesz majd a végeredmény, de bármi lesz a végeredmény, tisztelt hölgyek, urak, ezen a választáson két szereplő egészen biztosan nem indul. Az egyik Orbán Viktor, a másik pedig a kormány. A hétfő esti fórumon ismét bemutatták a Fidesz-KDNP helyi polgármester jelöltjét, Gárdos Lászlót, aki 5 pontos, komplex városfejlesztési programját is ismertette a résztvevőkkel. Magyarországon továbbra is az agrárium járul hozzá leginkább a nemzetgazdasági növekedéshez, hangzott el Gyulatanyán egy fajta bemutatón. Több tucat kikísérletezett kukorica, napraforgó és cirok fajtát mutattak be kedden délelőtt a szakemberek. A megyei közgyűlés alelnöke szerint az ehhez hasonló szakmai kiállítások tovább javítják a mezőgazdaság megítélését. Több mint 50 kukorica és napraforgó, valamint számos cirokfajtát láthattak a szakemberek kedd délelőtt Gyulatanyán, a Népi Fajta Kísérleti Állomásán. A megjelent mezőgazdasági szervezetek és cégek standokon mutatták be kikísérletezett termékeiket a látogatóknak. Az érdeklődők arról győződhettek meg, hogyan teljesítettek a kísérletbe állított fajták a helyi termőtájban. A mai eseménynek az a lényeg, illetve a célja, hogy az emberekkel egyre jobban megismerdessük a mostani legjobb kukoricafajtákat. Ez közel 50 kukoricafajta kerül most bemutatva, illetve napraforgó cirok. A ciroknak az utóbbi időben azért lett jelentőség, hogy a gyengébb minőségi talajon a termesztése nagyon előtérbe került. A lényeg az, hogy itt a kilátogatott szakmai dolgok mellett a gazdálkodók olyan betekintését nyújtak, hogy öntözött, öntözetlen, körülmények között lévő kukoricafajták. Baracsi Endre köszöntő beszédében kiemelte, a megyei vezetők nagy hangsúlyt fektetnek a fejlesztések területén az agrárgazdaságra. A közgyűlés alelnöke hozzátette,
A mezőgazdaságra és annak megítélésére is élénkítően hatnak az ilyen és ehhez hasonló szakmai kiállítások. Itt olyan jó gyakorlatokra láthatnak rá az ide látogatók, legyenek ők akár termelők, legyenek ők akár kiállítók, legyenek akár valóban olyan mezőgazdasággal foglalkozó szervezetek, akik igyekeznek támogatni és segítséget nyújtani, amelyek jó gyakorlatok átvételével, megismerésével, a tapasztalatok cseréjével olyan információkhoz juthatnak első kézből a gazdálkodók és természetesen a gazdálkodó szervezetek is, amelyek mind-mind ahhoz járulnak hozzá, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei termelők, illetve azok a szervezetek, akik mezőgazdasági termeléssel foglalkozzanak, mind eredményesebbé és mind pedig hatékonyabbá tegyék a saját gazdaságukat. A gyulatanyai fajta kísérleti állomás mellett a Nébih további 14 állomást működtet, amelynek feladata a kikísérletezett növényfajták és hibridek megvizsgálása és letesztelése azelőtt, hogy azok a gazdálkodókhoz kerülnek. A rendezvényen több olyan terméket is bemutattak, amelyek rangos elismerésben részesültek az Agrárminisztériumtól. 2019-ben a Fajta Minősítő Bizottság a köztermesztésbe 25 cég közel több mint 90 fajtáját engedélyezte. A mai nap apropójánakból adódóan 25 kukorica fajta, illetve hibrid kapott állami elismerést, és ezzel a köztermesztésbe kerülését segítette elő a hivatal, illetve a fajta kísérleti állomások feladat végzése. Zsigmond Richárd előadásában kiemelte, nagy tiszteletet érdemelnek a termelők és a mezőgazdaságban dolgozók, hiszen Magyarországon továbbra is az agrárium járó hozzá leginkább a nemzetgazdasági növekedéshez. 3,3 milliárd forintot fordít a kormány ebben az évben a Magyarországon és a külhoni magyar lakta területeken élő mintegy 350 ezer fiatal tehetség támogatására, mondta kisvárdai sajtótájékoztatóján Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár. Kisvárda 2019-ben megkapta a Tehetségbarát önkormányzat címet. Az országgyűlés 2008-ban fogadta el a Nemzeti Tehetségprogramot, amely segítségével 20 évre kiemelt lehetőséget biztosítanak a tehetséges fiatalok hosszú távú folyamatos segítésére. A program indulásakor kevesebb mint 500 millió forint állt rendelkezésre, ez évben pedig már 3,3 milliárd forintot fordíthattak köznevelési és felsőoktatási intézmények, alapítványok, közalapítványok, tehetségsegítő tanácsok támogatására, emelte ki a helyettes államtitkár. A Nemzeti Tehetségprogram az egy keretet biztosít a tehetségek támogatásának, de nagyon fontos, hogy ezt tartalommal feltöltsék, és kik azok, akik tartalommal meg tudják tölteni, vagy fel tudják tölteni, a pedagógusok, oktatási szakemberek, iskolák, köznevelési intézmények. De ugyanígy nagyon fontos, hogy az önkormányzatokról is beszélnünk, hiszen az önkormányzatok is a tehetséges fiatalokat támogató környezetnek a részei. 2013 óta a Bónisz Bunadi megalapítása óta tudjuk támogatásba részesíteni és elismerésbe részesíteni a pedagógusokat, és egy pár éve már az önkormányzatokat is, azokat az önkormányzatokat, akik a tehetséggondozás területén példaértékű és példamutató tevékenységet végeznek. Hogyha ránézünk Magyarország, vagy akár a Kárpát-medence tehetség térképére, akkor látjuk, hogy Kisvárdán 5 tehetségpont is van, és valamennyi intézmény képviselteti magát ezeknél a tehetségpontoknál. És hogyha ránézünk szintén erre a térképre, és megnézzük a mentorhálózatot, akkor itt is azt látjuk, hogy Kisvárdán nagyon perzsgő élet folyik, és nagyon fontosnak tartják azt, hogy a fiatalokat támogassák minden területen, így a tehetséggondozás területén is. Kisvárda polgármester elmondta, a városban 7000 diák tanul, az önkormányzat pedig igyekszik támogatni a tehetségeket, legyen szó sportról, kultúráról, vagy éppen tudományos területről. Kisvárda egy iskolaváros, nagyon sok tehetségekkel és nagyon kiváló pedagógusokkal, akikre büszkék vagyunk, mindannyian azt hiszem a városban, és úgy gondolom, hogy eljött az ideje, vegyük ezt a pályázatot. Hála a jó Istennek ezt sikeresen megnyertük, Kevésváros nyerte meg, úgyhogy büszkék lehetünk rá, hogy ide eljutott. A Tehetségbarát önkormányzat címmel 1,5 millió forint is jár, amelyet konferenciák szervezésére, a mentorhálózat bővítésére fordíthatnak az érintettek. Kisvárdán kívül 2019-ben Tata, Nagykőrös, Karcag, Debrecen és Budapest 9. kerülete, Ferencváros kapta meg a címet.
1000-nél is többen érkeztek a szombati Szatmár határok nélkül református találkozóra. A nagyecsedi rendezvény idén már 9. alkalommal várta a reformátusokat és más felekezetek képviselőit egyaránt. A megye egyik legkülönlegesebb hitéleti programján idén első alkalommal egy imasátorral is készültek a fiatalok számára. Az istentisztelet után felvonulással folytatódott a 9. református találkozó. A nagy templomtól a szabadtéri színpadig sétált a tömeg szombat délután. A Reformátusok Szatmárért közhasznú egyesület idén már 9. alkalommal szervezett Szatmár határok nélkül református találkozót Nagyecseden. A magyar reformáció egyik fontos ősi helyszíne Szatmár vármegye volt, így nem volt kérdéses közel egy évtizeddel ezelőtt, hogy hol szervezzék a találkozót. Több busz érkezett a határ túloldaláról, több száz, legalább fél ezer erdélyi vagy párciumi magyar érkezett ide erre a mai alkalomra, templomot megtöltve, rendezvényteret megtöltve, és legalább ugyanennyien vannak most itt jelen a határ ezen oldaláról. És természetesen emellett fel tudjuk mutatni azokat az értékeket, amelyeket őseink itt letettek, ami alapján büszkén vagy bizton állíthatjuk, hogy élni fog nemzete hazán. Nagyecsed egy többségében református település. A lakosság közel 70%-a ehhez a felekezethez tartozik. Nagyon sok református vívmányokra vagyunk büszkék. Többek között, ha visszatekintünk az időbe, akkor valamikori ecsedi birtokosként, ecsedi Bátori István országbíró, aki mecénása és anyagi támogatója volt a Vizsgai Biblia kiadásának, az egyértelműen ecsedhez köthető személyiség. És hát a reformáció idején is jelentős vívmányokat ért el Nagyecsed. Nem utolsó sorban Nagyecseden található a környék legnagyobb református templom, amire mi nagyon büszkék vagyunk, és minden mellett természetesen nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy számos határon túli református kapcsolattal bírunk. A megye egyik legkülönlegesebb hitéleti rendezvénye a Szatmár határok nélkül. Egyrészt azért, mert több száz református találkozhat Nagyecseden, másrészt pedig azért, mert a többi felekezet számára is nyitott a program, közölte Baracsi Endre, a megyei közgyűlés elnöke. Ennek a napnak pont ez a lényege, hogy amellett, hogy a reformátusokról, a református vallásról próbálunk beszélni, és próbálunk reformátusként élni, amellett természetesen nyitunk is minden más felekezet felé, és azt hiszem, hogy ez az ökumené az, ami nagyon sokat jelenthet itt a világunkban is. Másrészt pedig, hogyha a hitéletről beszélünk, ugye akkor nagyon fontos az, hogy azt a hitet, amely bennünk él, azt próbáljuk meg tudni átadni másoknak is. Van ugye az ige is azt mondja, hogy légy hív, mint halálig, és elnyerd az életnek a koronáját. Hát ennek a szellemében történik a mai nap is. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján idén külön készültek az ifjúság számára is. A színpadi zenekari fellépők és egy külön imasátor is várta a fiatalabb generációt. Közel 5 millió forintos LEGO pályázatot nyert a nyíregyházi Móri Zsigmond Általános Iskola kertvárosi tagintézménye. Az összegből kültéri tanteremmel bővült az iskola, így jó idő esetén már itt tanulhatnak a gyerekek. Az átadó ünnepséget egésznapos játékos programok kísérték. A dániai LEGO Kft. Rendszeresen segíti a gyerekek fejlődését különböző adományeszközökkel Nyíregyházán és megyeszerte egyaránt. Legutóbb a helyi közösségi szerepvállalás projekt keretében dolgozói kezdeményezésre indult el egy pályázat, amelyen a kertvárosi iskola sikeresen szerepelt, és közel 5 millió forintból alakíthattak ki az udvaron egy külterületi tantermet. Rönkfából készült, és a kertváros dísze lett itt a zöld terület közepén. Egyrészt ezt kaptuk, és ennek örültünk a legeslegjobban, mert ez volt a szívünk vágya. Másrészt pedig interaktív táblákat, túrakerékpárokat kaptunk még a pályázat során, amelyet szülők indítottak el egy helyi közösségi szerepvállalás pályázat keretében. Legós szülők indíthatták el a pályázatot, így kapcsolódtunk bele.
Közel 400 diák jár az iskolába, a különleges napra pedig meghívták az óvodásokat is. Az átadó ünnepségnek ugyanis része volt egy játéknap, amelynek keretein belül állomásról állomásra járhattak a gyerekek egy menetlevél segítségével, hogy az ottani feladatokat teljesítsék. Számunkra nem az adomány része a fontos, inkább ez a rendezvény, ahol dolgozókon keresztül ugye elérjük a helyi kis közösségeket, gyerekeket természetesen. Lehetőséget adunk a gyerekeknek arra, hogy egy iskolai tanórán, gyakorlatilag iskolai tanítási napon játszanak, különböző aktivitásokba vegyenek részt, kicsit megmozgassák az agyukat, máshogy, mint egy szokásos tanítási napon. Ilyen formán sokkal könnyebben tudják a szakemberek megmozgatni és fejleszteni a gyerekek kognitív, emocionális és kreatív képességeit, illetve készségeit. Hibátlan mérleggel zárta az Európai Ifjúsági Kosárlabda Liga nyitó tornáját a Nyíregyháza Blue Sharks U20-as csapata. A Sitku Ernő által irányított együttes az NBA Academy India, a szlovákiai SBK Junior Levice, a svéd Skuru Beskid és a Szolnoki Sportcentrum ellen is győzött a Continental Arénában. 8 nemzet képviseletében 9 U20-as csapat lépett pályára az EBL sorozat A csoportjában Nyíregyházán. A hazaiak a nyitónapon az NBA Academy India együttesét 84-80-ra győzték le, majd a szlovákiai SBK Junior Levice ellen nyertek 77-69-es Sitku Ernő tanítványai. A svéd Skuru Basketnél 98-45-re bizonyultak jobbnak Mokanskijék, a Szolnoki Sportcentrum elleni mérkőzés pedig 85-61-es nyíregyházi győzelemmel zárult. Hazai pályán azért mindenképpen arra számítottam, hogy több mérkőzést meg fogunk nyerni. A legnagyobb talán a NBA India Akadémia felett aratott győzelmünk lehet, hiszen nem nagyon tudtuk, hogy milyen csapat ellen fogunk játszani, de a fizikai képességeik jók voltak, és az NBA Akadémiának tudjuk, hogy jó a kiválasztó rendszere, és nagyon örülök annak, hogy azt a mérkőzést is meg tudtuk nyerni. A hazai pálya azért mindenképpen segített abban, hogy jobban tudjunk készülni a mérkőzésekre, és talán azokat a meccseket is, amik szorosabbak voltak, azokat is magabiztosabban tudtuk megnyerni. Ugyanezt szeretném majd a folytatásban is, és örülnék neki, hogyha tovább jutnánk újra, és megint eljuthatnánk abba a bizonyos szuperfinálba, amiben tavaly sajnos nem tudtunk elmenni. A torna legjobb játékosának Dancsis Andrást választották meg a szakemberek. A nyíregyháziak nyáron érkező játékos a hárompontos kosaraival sokat tett csapat a sikeréért. Jó meccseket játszottunk így csapatként, viszonylag jól hoztuk azért a meccseket, volt egy jó meccsünk, ami tényleg így kihívás jelentett viszonylag, a többi az úgymond könnyen meccs volt, remélem a következő torna, amikor lesz majd a másik négy meccs, az már kicsit nehezebb lesz ennél. A torna legjobb ötösébe beválasztott Sitku Márton szerint sokat számított, hogy a tavalyi sorozatban már rutint szereztek a nemzetközi porondon. Úgy gondolom, hogy sokat segített, mivel külföldi ellenfelekkel már találkoztunk, és hozzá voltunk szokva a játékhoz, és jól tudtunk szerepelni. Az All-Star díjról pedig ez nagy részben a csapat érdeme is, mivel a csapattársaim mind a német csat kiszolgáltak engem. Mokanszky Máté számára nem volt meglepetés az, hogy hazai környezetben 4 győzelemmel zárták a tornát. Vártuk, hogy ilyen jó szerepeljünk. A tavalyi EIBL sorozatban hasonló eredményt tudtunk elérni, azt hiszem ott kétszer kaptunk ki, úgyhogy abszolút magabiztosan indultunk neki csütörtökön a tornának, és be is jöttek a számításaink, sikeresen megnyertük minden meccsünket. Az EIBL sorozat következő tornáját januárban rendezik meg Szolnokon. A 9 csapat közül az összesítés alapján legjobban szereplő 4 együttes lép tovább a következő körbe. Műfüves futballpályán rúghatják a labdát a jövőben a nyíregyházi Arany, Zelk és Vécsei iskola diákjai. A 14x26 méteres úgynevezett grundpályák egyenként 17 millió forintba kerültek. A költségek 90%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjából fedezték, a 10%-os önerőt pedig a megyeszékhely önkormányzata biztosította. Ez egy biztonságos műfűves pálya, ahol szinte egész évben időjárástól függően tudják használni a gyerekek. Nagyon népszerűek az óvodákban is, és ez az infrastruktúra fejlesztés lehetőségek bővítését jelenti, és én nagyon örülök, hogy az iskolák, óvodák ezt nagyon-nagyon szeretik, és nagyon jók is használják. Úgyhogy már nem sok hely van, fogy a hely, de természetesen folytatni szeretnénk azt, hogy teljes körűvé tegyük ezt a lehetőséget minden iskola, óvoda számára, azzal is, hogy minden iskolában, óvodában nem lehet ilyen pályát
a helyi adottságok miatt építeni, de ezt a három iskolát is úgy választottuk ki, hogy más helyek számára is elérhető legyen. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 44 beruházásnak köszönhetően 29 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett Nyírbátorba az elmúlt önkormányzati ciklusban. 5 év alatt több intézmény is korszerűsödött, illetve utakat is felújítottak. Magyarországon továbbra is az agrárium járul hozzá leginkább a nemzetgazdasági növekedéshez, hangzott el Gyulatanyán egyfajta bemutatón. Több tucat kikísérletezett kukorica, napraforgó és cirok fajtát mutattak be kedden délelőtt a szakemberek. 3,3 milliárd forintot fordít a kormány ebben az évben a Magyarországon és a külhoni magyar lakta területeken élő mintegy 350 ezer fiatal tehetség támogatására, mondta kisvárdai sajtótájékoztatóján Illés Boglárka, ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, szeptember 24-én kedden, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Kedeste közepesen felhős idő várható, majd estétől megnövekszik a felhőzet. Eső, zápor nagy eséllyel előfordulhat. Az északi szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 fok körül alakul. Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég. Eső, zápor egyaránt várható. A déli szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 fok körül alakul. A következő napokban is változékony időre van kilátás. Csütörtökön elhagyja hazánkat a helyenként kiadósabb csapadékot adó nedves léghullám. Péntektől enyhébb és jobbára száraz léghullámok érkeznek fölénk. Emiatt a hajnali pára, köd feloszlását követően jobbára napos időnk lesz. Esőzápor csupán elvétve lehet. Melegszik az idő, hétfőn már 25 fok körül lesz a délutáni hőmérséklet. A kellemes őszi időnek a kedden érkező hidegfront vet majd véget.